Úgyhogy ugorjunk tovább a mennyiség és minőségi lazítás témaköréhez. Itt ugye bár gyakorlatilag azt látjuk, hogy az elmúlt 10, hát most már több mint 10 év, tehát gyakorlatilag 2007. decembere óta mit művelnek a vezető, kevésbé vezető és nyílt gazdaságok egy bankjai. Úgyhogy ezt szokás nem konvencionális monetáris politikának hívni, adott esetben unorthodox monetáris politikának is hívni, például a Journal of Finance, ami azért elég jó kis magazin, az annak volt egy ilyen külön szám, ami még a 2010-es évek elején, ahol annak hívták. Az abból a szempontból ma már vicces, hogy gyakorlatilag ez a normális. Tehát, hogy ezeket az eszközöket nagyjából mindegyik egy bank használja, de hát ez a név így rajta maradt. Tehát majd lehet, hogy egyszer át fogják nevezni, mit tudom én, piros bízgentyűre, hogy Deák tanár urat idézem, de most ez a neve. No, miért van erre szükség? Hát elsősorban akkor van rá szükség, hogyha a jegybank azt látja, hogy annyira beszakad az agregált kereslet, hogy azt így sima kamatvágással nem tudja stimulálni. Tehát, hogy tudom én, hiába csökkented a kamatlábat nulla közelébe, ami mondjuk 2000-es évek elején jelent meg igazából az irodalomban, tehát pont Ben Bernanke, aki aztán utána majd vezeti is az amerikai jegybankot a válság éveiben, publikált erről, hogy fú, hát ilyen nulla közeli kamatláb esetén mit lehet tenni, mert hogy levágod nulla közelébe a kamatlábat, azt utána mi van? Hogyan tudsz tovább stimulálni? És hát ez be is következik, mert gyakorlatilag 2008-ra, hát 2008 nyarán a Fed az már gyakorlatilag nulla közelében tartózkodott, az Európai Központi Bank még kamatot emelt augusztusban, mert hogy fú, emelkedik a kőolajár, és akkor ennek inflációs hatása lett, tehát vártak egy olyan 4% körüli inflációt, utána amikor összeomlik egy hónappal később szeptemberben a Lehman Brothers, és akkor befagy az összes tőkepiac mindenütt globálisan, akkor hirtelen ugyanazok a modellek egy mínusz 3%-os inflációt, magyarán kőkemény vastag deflációt jeleztek előre. Innentől kezdve az ECB is kellően motivált lett abban, hogy nulla közelébe vágja a kamatait, gyakorlatilag ez olyan 2009 felének, vagy hát ilyen február környékére meg is valósul, és akkor utána lehetne azt mondani, hogy hát akkor most malmozunk, de hát ez nem elég, mert hogy ami nem következik be, a kamatcsatornán keresztül nem sikerült hatni a hosszú távú hiteleknek a kamataira. Tehát nagyon szép és jó, hogy a rövid távon azt levágtuk, hosszú távon meg, sőt még igazából a magas partner kockázat miatt, vagy hát a növekvő csődkockázatok miatt még ezek a hitelkamatok még elkezdtek tovább emelkedni is. Tehát lett egy körülbelül ilyen álló hozam görbe, úgyhogy nem volt mit tenni, ezt a kicsit akadozó transzmissziós mechanizmust ki kellett javítani, oly módon, hogy hát akkor elkezdtek hosszabb távú hiteleket nyújtani. Tehát megjelentek a 6 hónapos, 1 éves hitelprogramok, Európai Központi Banknál is, akkor, hát ha jól emlékszem, nálunk is, svédeknél nagyon durván, vagy például ugyanígy a dánoknál is szintén. Ha jól emlékszem, lengyeleknél is volt, a cseheknél, hát ott nem nagyon, ott igazából őket ez különösebben ez a pénzügyi válság nem érintette meg, mert nagyon konzervatívan volt felügyelve a bankrendszer. Na, szóval megjelennek ezek a hitelek, és ez igazából nem volt elég. Tehát azt lehetett látni, hogy jó, oké, akkor mondhatjuk még azt, hogy hát de akkor, hogyha kapsz egy banktól hosszabb távú hitelt, akkor ezt úgy tovább fogod adni. Igen, de igazából itt az a probléma, hogy a bankrendszernek a nem fizető hitelei azok elkezdenek nőni. Tehát ez a non-performing loan ratio, tehát ez a nem fizetési vagy nem törlesztési ráta, ez úgy szépen emelkedett különböző tételeknél, tehát ezek a szerencsétlen bankok örültek, hogyha egyáltalán meglévő portfóliójuk
törlesztésre kerül, nem az, hogy még új pozíciókat nyissanak, mert nem volt olyan, mert nem is tudtak, vagy hát most már tudnak forráshoz jutni, mert hogy végül is kapja azt a jegybanki hitelt, de ez még mindig kevés. Úgyhogy akkor elkezdték jegybankok elfogadni a kicsit kevésbé jó minőségű kötvényeket is fedezetként, amivel már úgy nagyjából hatni lehet, de ez még mindig kevés. Úgyhogy ilyenkor mit tud az ember csinálni? Rájöttek arra a jegybankok, hogy jó, hát akkor kezdjünk el kötvényt venni. Ez igazából még egy ilyen japán hát, találmány volt nagyjából a 2000-es évek első felétől, amikor a japán jegybank az ottani, hát a japán elvesztegetett évtizede, vagy lassan kettő évtizedeként szokás emlegetni, egy ilyen méteres recesszió kezdődött gyakorlatilag a 90-es évek közepétől, és ez a nem növekedési állapot, jó, hát mondjuk ilyen európai szemmel nézett csodálatos 4%-os munkanélküliség mellett, ami Japánban egy katasztrófának élik meg. Szóval ilyen kondíciók mellett ők rájöttek arra, hogy hát igazából kötvényeket kell venni. Mert mi történik? Miután mindenki meg van ijedve, hogy a kockázatos eszközeit veszteséget fog elszenvedni, hiszen korábban is szenvedett el veszteségeket, pont erről szólt a válságnak az első fele, ezért utána mindenki elkezd elindulni állampapírok irányába. Már az biztonságos, az jó, jó befektetés lesz, hogy nem fogjuk magunkat megégetni. Hát mondjuk németeknél volt olyan bank, amit emiatt kétszer kellett konszolidálni, először azért, mert bevásároltak amerikai értékpapírosított hitelekből, és utána meg azért, mert bevásároltak spanyol, meg görög állampapírokban. Már az biztonságos, de azért magasabb a hozama. Ja, cserében nem fizet. Úgyhogy tehát ennek hatására elindulnak a szereplők ezekbe a biztonságos menedékeszközökbe, ami hát nagyon szép és jó, csak ezek, azoknak akkor föl fog menni az ára. Másfelől pedig az elérhető kamatnyereség az le fog csökkenni. Tehát a bank nyereségessége, ami egyébként sem túl rózsás, az amúgy is lefelé fog menni. Mert hogy eszközoldan gyakorlatilag, hát most 0%-ot hoz egy amerikai államkötvény, vagy akár negatívot, egy német, most ezt tartogatod az eszközoldaladon, de abból nem lesz semmiféle profit. Na, hát ehhez képest akkor utána kitalálták, hogy megjelenik ez a végső árjegyző funkció. A végső árjegyzés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jegybank bemegy nem csak az állampapírpiacra, hanem az egyéb értékpapírok piacára is. Pontosan azért, hogyha ő ott megjelenik stabil szereplőként, akkor utána tudhatni az ottani árazásra, és tudja esetleg arra motiválni a saját jelenlétén, biztonságával egyáltalán a szereplőket, hogy ők továbbra is bocsássanak kénk ilyen kötvényeket, fektessenek be ezekbe a kötvényekbe, hogyha ki vannak bocsátva, és akkor utána egy hát piac fenntartó funkciót lehet itt megjeleníteni. Konkrétan a Fed írománya tartalmazta azt 2009-ben, hogy ez a, ha nem működik a közvetett finanszírozás, tehát a kereskedelmi banki finanszírozás, akkor meg kell kerülni az egész pénzügyi rendszer, és akkor neki a közvetlen csatornákat kell erősíteni. Ezt egyébként az ECB is végigjárta, csak mondjuk ők a 2015-re értek el erre a magasságra, amikor rájöttek, hogy kötvénypiacon kell nagyon durván aktívnak lenni, és akkor ez a végső árjegyző, ez a Market Maker of Last Resort funkció, ez megjelenik, és akkor innentől le kell a kötvényt venni. Hát a állampapír vásárlás ötlet eredetileg annyi volt, hogy na hát, hogyha mindenki bemenekül a tuti biztosba, akkor, hogyha ezt kivásároljuk, vagy legalábbis jelentős hányadában elkezdik fölvásárolni a biztonságos eszközöket, és akkor így visszatesszük gyakorlatilag cashbe a piaci szereplőket, akkor ő kénytelen lesz valami kevésbé biztonságosat venni, tehát muszáj neki valami kockázatosabb eszközbe vásárolni, vagy fektetni, hiszen kiszorítottuk a biztonságosból. Hát egyébként ilyen nagyon durva magasságok emelkedett, tehát volt olyan 2011-ben, hogy az amerikai államkötvény állománynak már ilyen 20%-a volt a Fed kezében, mert alkalmazták ezt a fajta kiszorítást.
Ez lett volna egyébként a portfólió átrendezési hatás, ezt a japán jegybank elnöke is írta, neki volt 13-ban, amikor bejelentették az ottani minőség és mennyiségű lazítás programját is, egy nagyon szép cikke, ahol ugyanezt leírja, hogy ez nagyon szép és jó, csak a gyakorlatban ez nem működött. Tehát, hogy hiába passzírozták kifelé a szereplőket a biztonságos odójukból, ettől még a többi részpiacon nem indult be a finanszírozás, tehát a jegybanknak pontosan ezért kellett oda besétálni ezzel a végső árjegyző feladatával, vagy funkciójával, hogy akkor arra is tudjon adni. Úgyhogy utána itt láthatjuk azt az eszköztárat, hogy akkor nulla közeli irányadó kamatláb, akkor utána megengedő fedezeti politika, akkor hosszabb távú jegybanki hitelnyújtás, itt látjuk, hogy valamikor még 3 év is volt, ez most csak Európán belüli adatokat mutatok nektek, azok alapvetően ezzel foglalkozok, akkor állampapírvásárlási programok természetesen másodlagos piacon, illetve vállalati kötvény vásárlási elzáloglevél, vagy asset-backed security, tehát értékpapírosított hitelek vásárlása az elsődleges vagy másodlagos piacon. Itt azért látszik, hogy tehát a magáneszközé ott megengedik az elsődleges belépést, persze itt azért az embernek is fölmerülnek ilyen dolgok, hogy jó, de ez most akkor olyan egy szintű bankrendszer felé kezdünk elmozdulni, kétségbeesésünkben. Illetve van még ez a devizában történő egy banki hitelnyújtás, ez például Svájcban jelent meg. Mert hát ott azért a UBS-t, illetve a Credit Suisse-t erősen kellett konszolidálgatni. Ezt ők utána nagyon nyereségesen le is zárták, tehát hogy felvásárolták a nem jónak minősített eszközöket a Credit Suisse-től, és illetve a többi svájci kereskedelmi banktól, és utána létrehoztak ebből egy alapot, és ez az alap gyakorlatilag addig futott, míg ezek az eszközök le nem jártak, és utána a svájci jegybank oldala szerint ezt végül is nyereséggel zárták le ezt a pozíciót, tehát ez a Made in Schweiz. Úgyhogy, ja, ez nagyon szépen működött. A más országok is értek ezzel, de itt igazából ami a durva, tehát hogy most nem valami kisnyitott gazdaságról beszélünk, mármint feltörekvő kisnyitott gazdaságról, hanem egy Svájc méretű gazdaságról. És ezekkel a programokkal az a durva, hogy ez nem csak ilyen 2008. szeptemberéről szól, vagy a következő hónapokról, hanem gyakorlatilag 2007. decemberre óta ez úgy folyamatosan velünk van az elmúlt évtizedben. Tehát, hogy finanszírozást a nemzetközi bankközi piacon keresztül devizában egy svájci bank sem tud rendesen piaci alapon lezongorázni, hanem muszáj időnként állami kooperáción keresztül ezt a devizához, devizás likviditáshoz jutást megoldani. Ami azért valahol tragikus. Na, és akkor hát utána ez a mennyiségi lazítás. Ez a mennyiségi lazítás azt jelenti, hogy elkezdjük megnövelni a banknak a mérlegfőszegét. Ugyanaz az különböző eszköz fajtáknak az egymáshoz viszonyított aránya, tehát mondjuk, hogyha elkezdjük növelni az általunk birtokolt állampapírállományt, meg a hitelek állományát is, akkor ugyanúgy növelnünk kell a devizatartalékot, vagy az aranytartalékot is, annak érdekében, hogy a portfóliónak a minősége az ne romoljon, hiszen azért tovább is az meghatározza a piac értékítéletét a pénz minőségével kapcsolatban. Van a minőségi lazítás, néhánykor viszont elméletben nem nő a mérlegfőszeg, viszont a jobb minőségű eszközöket elkezdjük átcserélni rosszabb minőségű eszközökre. A gyakorlatban igazából a kettő együtt létezik. Tehát, hogyha ilyen QE-t láttok, tehát Q betűt meg E betűt egymás mellé írva, akkor ez jellemzően mind a kettőnek a használatát szokta jelenteni. Citizens.
Ja, szóval, tehát ezt kombinálva szokták mindig használni, és itt látszik az ECB eszközeinek az összetétele, tehát itt ez a kék, tehát mindegyik a kiinduló értékhez mérten a 2006 negyedéves, a negyedik negyedéves értékéhez mérten. Itt látszik, hogy akkor ez hogyan változott meg, nőtt meg, és hát látjuk, hogy az első időszakban, tehát amikor van a válságnak az első fele, akkor volt, akkor hitelezünk hosszú távon. Akkor utána jön a, amikor jön a eurozónának a válsága, az ottani adósságválságokkal, 2011-ben bankválságokkal, 2013 között, és itt is inkább hiteleznek. Viszont, ami utána nagyon durván megjelenik, hogy itt szépen lassan, tehát hogy az első időszakban még az a értékpapíroknak a szintje az gyakorlatilag minimális. És ezek is szépen elkezdenek nődögélni, majd pedig 14-től, amikor bejelentik tényleg az értékpapír vásárlási programokat, akkor utána ez így kilő, és lett belőle sok értékpapír. Ezek alapvetően hosszú távú államkötvényekkel egészültek ki, valamiért értékpapírosított hitelekkel. Úgyhogy utána, hogy hogyan lehet ezeket megfigyelni, egy fölmérlek főszegnek a növekedésén, változásán keresztül, valamint az összetételén keresztül, tehát hogy értékpapírok, hitelek, deviza tartalék, vagy hát nemzetközi tartaléknak az arányának a változásán keresztül lehet megnézni. Úgyhogy ha valakit ez a téma érdekel, tök jó kis szakdolgozatokat lehet írni, vagy éppenséggel közgazdasági szemlecikeket is, mint ahogy mi tettük meg, hát még jó néhány dolgot.